Mivel a vendégek nem járultak hozzá ahhoz, hogy vasárnap legyen a mérkőzés, családi okok egészen pontosan a ballagások miatt a hazaiak több játékosukat is nélkülözni kényszerültek. Így az NTK cserejátékosok nélkül vágott neki egyelőre utolsó szuperligás meccsének. A találkozó hű lenyomata volt az egész szezonnak, a szoros szituációkból rendre a vendégek jöttek ki jobban, így a salgótarjáni ózdi vegyes csapat 7-1-re legyőzte a legmagasabb osztálytól már korábban elbúcsúzó házigazdát. Az elsősorban a hagyományoknak megfelelően rosszul alakult a mérkőzésünk, több mint 100 fás hátrányba kerültünk, függetlenül attól, hogy a Ráski Jánosnak csupán 3 fán múlott a pontszerzése. A középső sorban a Hakker Dezső 593 fával, fantasztikus teljesítménnyel megverte ellenfelét, és ezzel szállította a becsületpontunkat, míg jó magamnak is csupán 3 fán múlott a vendégek legjobb átlagával rendelkező játékosával szemben a pontszerzés. Ekkor hiába volt 60 fa hátrányunk, még úgy gondolom, hogy mindenképpen behozható lehetett volna, azonban a Magyarorsi Péter 2-0-ás vezetés bukta el a szetpontját, illetve a csapatpontját, még a Szlovenszki Attila az első 60 dobásban elég haloványan teljesített, és ott már látni lehetett, hogy nem sok keresni valunk van, és a legvégén azt lehet mondani, hogy már feladták a félünk a mérkőzést, és így alakultott ki, hogy 7-1 arányú vereséget szenvedtünk hazai pályán. A nyíregyháziak 21 vereség mellett mindössze egy győzelmet szereztek. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az NTK-nak nélkülöznie kellett legjobb játékosát, és a vereségek ellenére is akadtak pozitívumok az elmúlt szezonban. Folyamatosan ott voltunk sok-sok mérkőzésen. Volt, amikor egy fával maradtunk, volt, amikor néhány fákkal maradtunk le, de rendre 30-40-50 fákkal kaptunk ki csapatfa szinten több hazai mérkőzésen és idegenben is. Hozzáteszem, hogy a bajnokság elején már tudtuk, hogy a Szlovenszki Tibor a térdműtétje után nem fog dobóállásba lépni, és őt már nem tudtuk igazából pótolni, nem lehetett pótolni, mert számunkra sem anyagilag, sem a Budapesttől való távolságunk, hogy szokták mondani, nem teszi lehetővé azt, hogy bárhonnan hozzunk játékost, és így vágtunk neki ennek a szuperligának. Mindenképpen azért fontos elmondani, hogy annak ellenére, hogy nem arattunk sok sikert egyéni teljesítményekben, amit az előző évekhez mérten tudunk nézni. Mindenki fejlődött 5-10 fát átlagban, úgyhogy ez mindenképpen fejlődés jelent. A bajnoki címet végül a Zalaegerszeg szerezte meg a Szeged és a Répcelak előtt. A nyíregyházi Tekeklub mellett a BKV előre búcsúzott a Szuperligától. Jelen állás szerint ősztől mindkét csapat az NB1 keleti csoportjában szerepel majd.